Köszöntöm Önöket, ez itt a Siesta Plus. Maradjanak velünk, hiszen érdekes témákkal készültünk, rövidesen majd atlétika, aztán egy kis pünkösdölés a Múzeumfaluban, a hónap sportolóival beszélgetünk a Sportcentrumtól, illetve a könyvtári hét is majd terítékre kerül. Mindenek előtt azonban Hajnal Gusztáv a vendégünk, aki az Egyesült Kft. Ügyvezetőjeként van most itt. Nem lehet most kérni tőle számokat, mint a régi szép időkben, de még lehet, hogy eljön majd az az idő is egyszer, akár mondjuk az atlétikai centrumnál, hogy biztos lesznek zenés kiegészítő programok is, de az atlétikai a főszerep. Az atlétikai, és hogyha már számokról beszéltünk, tulajdonképpen nem zeneszámokat, de atlétikai versenyszámokat lehet tőlem kérni. Hát mondjuk már most hétvégén, ugye? Igen, két nagyon-nagyon rangos versenyt tartanak itt Nyíregyházán, a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. Az egyik egy régiós verseny, amely egy U14, illetve U16-os korosztályt foglal magában. Dunán innen minden megyéből itt lesznek azok a tehetséges sportolók, akik nagyon sok versenyszámban mérik össze a tudásukat, mind fiúk, mind pedig a lányok. Illetve a következő héten pedig egy nagy nemzetközi versenyt is tartanak itt az atlétikai centrumban. Ez köszönhetően annak, hogy az atlétikai centrumnak nagyon jók az infrastruktúrális feltételei. Hát nem is akármilyen versenyről van szó a jövő héten, mert hogy ez a magyar nagydíj sorozat egyik állomása. És hát ez egy nemzetközi verseny. Néztem, tavaly Pápán, illetve Budapesten volt hasonló verseny. Hát ott a jamaikaiaktól kezdve a kenyai futókon át olyan mezőny volt, hogy ha ilyen sportolók érkeznek Nyíregyházára, akkor mindenki elégedett lesz. Én is azt gondolom, hogy nem csak a sportszakma, hanem a nézők is elégedettek lehetnek azokkal a versenyzőkkel, illetve azzal a színvonallal, amelyet tulajdonképpen a szervezők idehoznak majd hozzánk Nyíregyházára, hiszen egy külső szervezésű verseny. De azért ne maradjunk meg ebben a kategóriában, hiszen nekünk itt Nyíregyházán azért nagyon komoly infrastruktúrát kell ahhoz megmozgatnunk, hogy egyáltalán maga a pályarendszer, maga pedig a kiszolgálás olyan legyen, amiért érdemes idehozni egy versenyt. Talán egy kicsit a Forma 1-hez tudnám ezt hasonlítani, hiszen ott is jók a pályának az adottságai, de kellenek a helyi adottságok versenyszervezés szempontjából, hogy egyáltalán egy ilyen Forma 1-es futamot meg lehessen tartani itt Magyarországon. Hasonló a helyzet itt is, hiszen azért is fontos ez a verseny, és azért nagy megtiszteltetés nekünk, hogy Nyíregyházára gondoltak a szervezők ennek a versenynek a lebonyolításánál, mert ugye rövidesen világbajnokságot rendeznek Budapesten, és kimagaslóan fontos az, hogy ennél a versenynél is még lehet pontokat gyűjteni magára a világbajnokságra. Ha már említetted az infrastruktúrát, azért ez volt a cél annak idején, amikor az atlétikai centrum megépült, hogy ilyen nívós versenyek jöjjenek ide. Hát volt itt magyar bajnokság, ugye fedett pályás már két alkalommal is, de volt például szlovák bajnokság is. Igen, tulajdonképpen a legnagyobb előnyünk az, hogy a kültéri pályánkhoz kapcsolódik egy beltéri csarnok is, amely minden egyes nemzetközi igényt kielégít. Így például a mostani versenynél a téren fognak majd bemelegíteni a sportolók, és egy átvezetést követően ugye a versenyszámokat a kültéri pályán fogják majd lebonyolítani, és azért azt is meg kell említenünk, hogy a sportolók a szállásuk nagy részét is az atlétikai centrumban fogják majd elfoglalni, hiszen ott 48 fő tudunk tulajdonképpen háromcsillagos szolgáltatásban vendégül látni. Persze a verseny léptékéhez képest ez egy kicsi szám, de azt is meg kell említenem, hogy erre a versenyre nem indulhat akárki, ez egy meghívásos verseny, tehát itt a versenyszervezők meghívják a versenyzőket, és tulajdonképpen így próbálják még a verseny színvonalát minél magasabbra emelni. És hát itt lesz a teljes hazai élmezőny. Sőt, nyíregyházi versenyzők is. Így van. Itt kell megemlíteni például a Kerekes Dórát, aztán a Szikszai Róbertet, a Bakosi Pejtet, illetve a Boros Bencét is, akiket láthatnak itt Nyíregyházán versenyezni. És hát gondolom, hogy azért egy lökést fog nekik majd adni a hazai környezet. Biztos, nagyon sokat számít. Hát főleg Bakosi Peti például most Spanyolországban nagyon jól szerepelt, érmes volt, úgyhogy az, hogy hazai környezetben láthatjuk őket, ez nekik is egy komoly előnyt jelenthet. Egyrészt ismerik a pályát, másrészt itt vannak a hozzátartozók, szülők, de hát ez igaz talán a debreceniekre is, Kozák Luca is itt edzőtáborozott annak idején, meg hát olimpikonok készültek. Itt jellemző, hogy most már azért nem kell bemutatni az atlétikai centrumot mondjuk a hazai atlétáknak, ha ide akarnak jönni edzeni vagy versenyezni? Én azt gondolom, hogy már nem. Nagyon szívesen jönnek hozzánk edzőtáborozni. Minden olyan feltétel adott számukra, amelyben a saját programjukat, saját edzésprogramjukat meg tudják valósítani. Talán még az is nagyon fontos, hogy időjárási körülmények sem befolyásolják őket, hiszen hogyha kint nem tudnak futni, vagy edzeni, vagy dobni, vagy ugrani, akkor ezt természetesen bent meg tudják tenni, még akár a dobásokat is a beltéri dobóteremben, illetve
rendelkezésükre áll egy nagyon komoly konditerem, rendelkezésükre áll egy nagyon komoly regenerációs helység, ahol a masszást, a wellness-t, illetve a pihenést is tulajdonképpen el tudják végezni a sportolók. Viccesen azt szokták nekem mondani egyébként a kiemelkedő atléták, hogy azért szeretnek idejönni hozzánk, mert itt tulajdonképpen egy papucsban minden egyes szolgáltatásunkat igénybe tudják venni, tehát tulajdonképpen ki sem kell lépniük az épületből, és ez egy óriási komfortot jelent, hiszen maga a professzionális edzésnek a legfőbb ismérve az, hogy az edzésmunka és a pihenőidő milyen váltakozásban és illetve milyen minőségben történik meg, és itt tényleg még étkezniük sem kell a sportolóknak kimenni az épületbe, mert azt is meg tudjuk itt az atlétikai centrumban tartani. És ezek a jó körülmények adnak táptalajt annak, hogy ilyen rangos nemzetközi versenynek is a házigazdái tudunk lenni. Hogy mennyire igaz az az egy papucsos rendszer, amit mondtál. Márton Anita volt itt, azt hiszem, aki mikor itt edzőtáborozott, akkor egyszer csak megjelent a kislánya, lejött egy kis játékmotorral, begördült ott az atlétikai centrumra, és gyakorlatilag az egész család együtt lehetett, és mondta, hogy ő sokkal jobban szeret Nyíregyházára jönni ezért, mint hogyha mondjuk külföldre kellene menni edzőtáborozni, mert a családtól akkor távol van, itt meg itt vannak a hozzátartozók. A Márton Anita egy nagyon különleges személyiség volt egyébként a téli edzőtáborban, kimondottan azt gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolunk. Ő 6 hetet töltött itt nálunk Nyíregyházán, ami mondjuk egy kisgyermekes anyukán szempontjából ez egy óriási, ilyen hosszú időtartam, de azt gondolom, hogy a családja is ezt nagyon jól vette, ezt az akadályt, de mi is megtettünk mindent annak érdekében, hogy ők tényleg kényelmesen érezzék magukat. De említhettük itt, ugye szóba került a Kozák Luca neve is, és ugye a hazai sportolóinkat se felejtsük ki, hiszen a Hellebrand Máténak például irtózatosan fontos volt az, hogy a téli időszakban, amikor kint fagyok voltak, akkor is meg tudta azt a kilométert tenni bent a pályán. Igaz, egy kis matematika szükséges, hogy mondjuk egy 10 kilométer az egy hány kör, egy 200 méteres körön keresztül, de akkor is meg tudta csinálni azt az edzésmunkát, amire neki tulajdonképpen szüksége volt. Guszti, köszönjük szépen, hogy itt volt, tehát jövő héten akkor irány az atlétikai centrum, ha jól tudom, ingyenes lesz a nézők. Igen, ez számára nagyon fontos elmondanunk, hogy ez ingyenes lesz, és vasárnap akkor várunk mindenkit, meg természetesen ezen a hétvégén is látogassanak el, melegítsenek be egy regionális versenyre a nézők, és ugye jövő héten pedig várunk mindenkit a bronzliga versenyünkön. Köszönjük szépen. Mi pedig akkor most látogassunk el a múzeum faluba, hiszen Pünköst kapcsán ott is egy rendezvényt tartottak.